De akkor a bajnokság is mert nálunk talán az a legnagyobb változás, hogy ők még ugye volt hazaadás, most már nekünk is ugyanúgy meg kell oldani lábbal a dolgokat. Tehát főleg ebben, amiről beszélgettünk, hogy felgyorsultak a dolgok, ott nagyon sokszor az, hogy letámadják a védőt, pánik van, mit csinál, gyorsan hazadja, te meg hozzá csinálj belőle a dolgokat. Meg még az a különbség. Mi időnkben felfutottak azért, csak gyönyörűen hívetekben az beadás. Hát az nem belőtték a labdát, beívelték a fejelőknek. Oda ki lehetett menni, egy kicsit elvesztette magát az ember a levegőbe, aztán labdást vegyünk, gólt egyet. Ma meg be akarják vinni a kapuba, be akarják passzírozni. Nincs bele, hogy belövik. Tehát nincs idő, reakció idő nincs annyi, hogy ki az ötösig kiérjed, és elkapja a labdát. Lövi. És mi időnkben 16-on tüzettek, meg 16-on kívül lövődöztek kapura, és lehetett röpködni. Vagy megfogtuk, vagy nem. Ma meg beviszik oda a szájába, és lerogy a földre, nem tudni vele mit kezdett. Ha odáig be tudnak jutni. Mert a bocsánat, befejezem. Mi időnkben az volt az edzőnek a taktikája, hogy gyerekek, menjenek előre, kérem, és rúgjanak gólt. Ma mi a taktika? Először is nem szabad gólt kapni. Menjen hátra még valaki, meg még valaki védekezni, meg még valaki menjen hátra még. Ezért küzdös. Hát a legjobb a rendszereket megfigyelni. Akkor még ugye volt 2-3-5-3-2. Most pont fordítva. Most 5 védő, 3 középpálya, 2 csatár. Ez teljesen az orvos, ez teljesen a két csatában, az már riporta, hogy bevállalta a kockázatot. Na, te azt kérdezted, hogy mire voltam büszke? Mindenre. Hát meg, hogy engem ismersz. De voltam egyébként, nem tudom, hogy megőszni, hát voltam játékos, a ifi egynek ott az edzője, és egy évig majdnem játékosa voltam. Arra egy büszke volt? Arra nem. Négyszer. El voltam szív, amikor... Komolyan végre, az hagyd mondjam el még, hogy én arra vagyok büszke, hogy ugye elkezdtem 45-ben, lementem Kispestre, leigazoltak. 50-49 vagy 50-ben átírták az igazolást Budapesti Honvédra. Attól kezdve én ott játszottam, ott dolgoztam. Ha el kellett menni, mert vezényeltek, meg katona voltam, a vezényésre menni kell. Elküldtek Szíriába 2 hónapra, elküldtek Mozambikba 1 évre. De ha el kell menni, ja, Kaposváron, a Honvédnál is 1 évre levezni, elhoztak 3 játékost. Ne törődjetek vele, adunk egy edzőt. Csak én nem játszottam már. De a lényeg, hogy ott kezdtem el az életemet, és ott is fejeztem, onnan mentem nyugdíjba. Hát végül is, mint Honvéd, alezredes. Kész. Hát ott biztos, hogy nem az elképzelhetetlen. Úgy, hogy a Bozsi után én vagyok a második ezüstérmes, mert a Bozsi Cucu is csak a Kispestben és csak a Honvédban játszott, máshol nem. De ketten vagyunk. Ez. Maradjunk köztünk.